mellette indul, és Slivinszky is befér még a képbe. Említettem, hogy a miénk mindig zöldben versenyeztek, a szovjetek mindig pirosban, a német csapathoz tartozó fehérben, a románok kékben, tehát mindez megkülönböztető jel lehet. És bár itt most a rajtot látjuk, hadd utaljak rá, hogy a cél nem ott van, ahol csak a számok vannak, hanem a célban is látható két bója, mint itt a képernyő alján, Kondrát neve mellett zászlóval, a pályát jelző kockák előtt, és tulajdonképpen az a célvonal, még akkor is, ha nem úsztatnak rá, hosszú egyenes. Tehát az egyes pályán Petr Prohászka Csehszlovákiából, Dinama Pardubice, világbajnoki ezüstérmes, Tomás Cereszke, Német Demokratikus Köztársaság a kettesen, Vasúti István tanítványa, honvéd versenyzője, Szabó Attila, a tavalyi ötödik helyezett a világbajnoki döntőben a hármas pályán, egy nagyon tehetséges francia, Pascal Silvo, a négyes pályára került, a franciák hihetetlenül följöttek ebben a sportágban az utóbbi időben, egy szovjet versenyző Nikolaj Buhalov, illetve bolgár versenyző Nikolaj Buhalov a kötős pályán, Dave Frost, Budai Tamás tanítvány, aki Kanadában edzősködik a hatos pályán, 25 esztendős, nem hiszem, hogy csatlakozást találna ehhez a mezőnyhöz, a címvédő Plovdivi győztes, a szöuli olimpiai ezüstérmes Mihály Slivinszky, a román Kondrát, aki tavaly éppen csak lemaradt a dobogóról, negyedik lett a nyolcasom, és egy számukra legalábbis hölgy nevet jelentő spanyol, a 9-esem, Bea. Az első rajtrossz visszalövik a mezőnyt. Minden versenyző kiugorhat egyszer, a második kiugrás esetében kiállítják, törlik a világbajnoki döntőről, tehát nagyon vigyázni kell. Egyébként maga a mezőny, miután mindenki egyszer kiugorhat, nagyon sok rossz rajtot megengedhet magának. Azt a versenyzőt, aki kiugrott, megjelölik, ott látható a kettes szám fölött egy forgó, mint a mentőautókon vagy rendőrségi autókon, és az elkezd forogni, figyelmeztetve a versenyzőt hibájáról. Tehát Cereszke volt az, aki egy rossz rajttal már megbolondította a mezőnyt. Őszintén szóval a feszültséget figyelembe véve meglepő volt, hogy a mezőny 500-on a kajakosoknál elment elsőre. Kruté arktické podmínky, nehéz, valamennyi hajótárunk környékén. A negyedik rajt felé, mert a mezőny, tehát fölül a hármas pályán Szabó Attila. Az NDK-beli Tomás Cereszke fehérben, és egyen a képernyő alja felé Szabó, ott kell majd valahol keresni. Itt pedig lent hetessel a címvédő szovjet Mihály Slivinszky fehér nadrágban. Ez is egy megkülönböztető jel lehet. Szélcsend van, a kenusoknál mindig sokat számít, a szél jobbos vagy balos szél, esetleg átszél. És a rajt után fölgyorsítva most már a mezőny ráad, úgynevezett visszadó sebességre, de az élbolyban, mint látható, Szabó nincs ott egy kicsit leszakadva. Cereszke van elől, Buhalov van elől, Slivinszky van elől. Itt látható a vezető Tomás Cereszke, mögötte Prohászka. Féltávnál a negyedik, ötödik helyen van Szabó Attila. Vezet Mihály Slivinszky, az övé a hetes pálya. Egyelőre úgy fest, hogy az NDK beli és a szovjet között dől el a világbajnoki harc, és a dobogóért van nagy küzdelemben Buhalovval és Prohászkával Szabó Attila. Szabó Attila most kezd följönni, most ott látható már sötétebb mezben az NDK beli alatt. Szabó most már följött a második, harmadik helyre. Az NDK beli vezet, a szovjet egyelőre még a második, jön a bolgár, jön Szabó, most a bolgár is támadást indít, a szovjet is támadást indít, és a szovjet egy pillanatban valamivel előrébb, mint a végén fáradó Cereszke, Szabó teljesen visszaesik, nem tud dobogóra kerülni, itt a szovjet jön a leghamarabb, és a szovjet nyer, az NDK beli a második, a bolgár a harmadik, Szabó a negyedik, berúgja a hajóját, de ez is kevés ahhoz, hogy dobogóra kerüljön.
Procházka na 6. pozici, tehát to znamená itt látható a cél, nem ezek a kockák jelentik a célt magát, hanem jóval előtte itt ez a zászlós bója. Ezt tessék tehát figyelni, ott a háttérben látható is egyfajta célvonal, és itt még egyszer a befutó. Az NDK-beli kihajtotta magát a végére, a szovjet Slivinszky megvédi a címét, Szereszke a második, Buhalov a harmadik, és Szabó Attila a negyedik, tehát egyelőre két szám után még érem nélkül a magyar válogatott, de mondom, ebben a számban erre nem is lehetett számítani.